Üdvözlök mindenkit, ez itt a futballkárcun, a mai videóban pedig úgy gondoltam, hogy folytassuk tovább a futballkárcun Panini FIFA 365 kis bajnokságát, amit így kitaláltam, ti szavaztátok már a csapatokat, első meccs már meg is volt, nem láttátok volna jobb felsőbe, mindenképpen nézzétek meg. Most pedig megyünk tovább egy Ajax Manchester United-dal, az előző meccsen eredmény nem árulom el, hát ha valaki még nem látta volna, de a Chelsea jutott tovább. Ennyit elmondhatok. Úgyhogy a Chelsea-nek az ellenfelét fogjuk most igazából kideríteni, lejátszani a meccset, hogy az elődöntőbe ki lesz a Chelsea ellen. Ajax vagy Manchester United eredményjelzőt be is hozom. Így nő. Csomagokat kiveszem. Túrjunk bele. A dobozban négy csomag kell, ugye? Teljesen tökéletes első fél idő, második fél idő, bármilyen Ajax vagy Manchester United-hoz köthető valamit nyitunk, lehet az logó, tök mindegy játékos, az a csapat szerzett egy gólt, nem túl bonyolult, ismeritek már, úgyhogy nézzük is. Ha döntetlen, akkor meg addig nyitogatunk a dobozból, amíg nem sikerül eldönteni a meccset. Manchester United gól a legelején, hoppá, Lindelöf, Diogo, Dalot, egy védő páros szerezte az első találatot, úgyhogy vezet a Manchester United, az Ajax ellen. Manchester City, Dortmund, PSG. Ez két válogatott, és ennyi. Csillogós nincs. Szomorú vagyok, de minden esetre gól született angol részről. World Cup, trófea, szép majd utána Lyon, dupla Spartak Moszkva, amerikai és svéd női válogatott, és Manchester City. Ebbe se volt csillogós, már mint hogy ez különlegesnek mondható, mert szép, meg minden, de na mindegy, szomorú vagyok, de hát ez van. Egy nullára továbbra is vezet a Manchester United. Csillogós, végre, Boca majd utána kettő darab női válogatott, aztán River Plate. Hú, de jó sok csillogós van benne. Lyon. És egy Chelsea. Egyik se volt jó nekünk. Cserébe rengeteg különleges lapot sikerült nyitni. Továbbra is 1-0-ra vezet a Manchester United. Itt ez a különleges csapat, brazilok. Aztán Bayern München. Ez egy Atlético Madridos PSG. Hogy örülnek? Nagyon király, szép lapok. Olimpiákhoz. Tehát voltak itt azért különlegesek, úgyhogy annyira nem lehetek szomorú, mint a végén. Viszont egy gól született, egyből az első csomag első kártyája, vagy hát matricája, ez a Manchester United-os dupla, úgyhogy a Ajax gól nem lett, így a Manchester United tovább jutott. Nézzük is, hogy áll most a tabella. Tehát itt is vagyunk. Itt van szépen az összes csapat felsorolva, amit ti választottatok. Látjátok az eredményt is, most már nem titok. Úgyhogy pontokat be is írjuk szépen. Ajax sajnos nulla, Manchester United viszont szerzett egy gólt. Be is rakom, el is mentem, így van, tehát végül is így Chelsea Manchester United lett, szépen látható, hogy ki jutott tovább és hogyan. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett, folytatjuk majd mindenképpen egy Bayern München Real Madriddal, majd utána megyünk tovább a Liverpool Juventus-szal, ez mind ugye negyed döntő alatt, aztán majd szépen haladunk tovább. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel, ha tetszett, illetve dobjatok egy lájkot, nekem ez nagyon sokat segít. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!